0-0 állás, tehát, és Klaus Allofs jön a labdával. Ő küldi majd befelé, Allofs tehát. Egy csúsztatott helyes és gól! A mindenségét neki, Naivár. De kár érte. Elé jön a labdának, megelőzi a ferencvárosi védőket. Allofs remekül teszi be a labdát, de hol vannak a védők? És Balog mellett elteszi Frank Naivár. Méghozzá fejjel, úgy, ahogy tervezték, és amire nagyon vigyázni kellett volna. Vezet a Werder. Sok a hiba. Naivárt, Allofs. Allofs egyből gól. Ahogy elhagyta a lábát, lehetett látni. Klaus Allofs 33. perc. 2-0-ra vezetnek a németek. Szép gólt rúgtak, kevés húzásból. És ezúttal az előkészítő szerepkörben Naivárt. Kuznyetov lekésik, mint a keresztező ember is, és Klaus Allofs mesterien kilövi Naivárt és Klaus Allofs a két gólszerző. Nagy sorfalat állít Rek, Lipcsei megy oda és Szenes. Minden mezőnyjátékos a Werder Brémában a 16-oson belül. Borovka lesz a kirepülő ember, Lipcsei lövi el, gól! Lipcsei! Na ez jókor jött, bravo Péter, 35. perc. Gyönyörűen rúgta Lipcsei a legurított labdát. Szépítünk, idegenben gólt lőttünk. Na, egy kicsit jobbra fordult most a sorsunk. Elmegy a sorfal mellett, rekkésön betűzik. Lipcsei tehát a gólszerző. De szép gól. Éppen befér a labda. És egy gólhelyzet. Üres a bal oldal. Naivárt egész egyszerűen föllökte Kuznyetovot. Allofs még visszafordít. Naivárt nincs lesz. Gól. Naivárt második gólja a 40. percben. Három egy, kigurigázták a fokhíjas védelmet, Allofs jól fordít vissza, Naivárt pedig elemeli Balog fölött a labdát. A Bert fejeli vissza, Elcs, Votava, Simon szerez labdát, kitűnő Lipcsei gólhelyzetben, lőd be Péter, gól! Gól! 3-2! Lipcsei második gólja! Szép volt! 28. perc, Lipcsei, Oliver Rek még most is csodálkozik. Higgadtan, nyugodtan a kapus lába mellett a második ferencvárosi gól. Ráfizetett a túlzott nagyképűségre a Werder. 3-2. Hát tud ez a fiú fotó.